gond nélkül telt az első negyed év a Tolnai Vosinszky Mór óvodához tartozó intézményekben. Mondhatni, a koronavírus járvány után minden visszaállt és mindenki visszarázódott a régi kerékvágásba. Így a vezető szerint a szülőkkel való kapcsolat még szorosabbá tudott válni az óvikban. Amit észrevettünk, hogy az idei évben az influenza járvány azért nagyon elérte az intézményünket, mindegyik óvodába egy-két hét csúszással nagyon kiürültek az óvodák, sok pedagógus dajka is beteg lett, ők is elkapták. Volt olyan óvoda, ahol emiatt azért a helyettesítést kicsit nehezebb volt megoldani. Szerencsére ezen már túl vannak, és izgatottan várják, hogy igazán berobbanjon a tavasz, mondja az intézmény. Megindultak már a tavaszi szülős kirándulások. Van két óvoda, aki Pestre fog látó, vagy látogatott meg fog látogatni a Minipolis rendezvényre, és itt is ez is azért egy nagyon jó program, mert a szülőkkel egy más környezetben egy sokkal elmélyültebb lehet a pedagógusok, dajkák és a szülők közti kapcsolat. Lesz egy óvoda, aki a Gemenci erdőbe látogat el vonattal a szülőkkel, egy másik óvodába pedig főzéses kis kirándulást szerveznek Sötét Völgybe. És itt a Pittypang óvodába, ugye ez egy nagyon nagy óvoda, itt ez az óvoda nem tud egyszerre együtt elmenni, itt mindegyik csoport más és más kirándulást szervez a saját csoportjának a szülőkkel, meg érdeklődik általában a szülőket is, hogy hova menjenek. Ezúttal a Föld napjára készülnek a tolnai óvodákban. Különösképpen a zöld, a Pittypang óvoda és az Apraja falva óvoda, mert nekik a környezettudatosság a fő profiljuk, de most az idén azért nagyon közel van az anyák napja is, ezért a kettő együtt megy. Most el tudom már azt mondani, hogy több óvodánkban már nem a régi hagyományos versmondós anyák napja van, hanem ami egy kicsit különlegesebb, hogy vagy anya délelőttöt, vagy anya délután tartanak az óvodába, amikor az anyukák bemennek, és közösen együtt játszanak, táncolnak, kézműveskednek a gyerekekkel, és így töltenek el egy közös időt, ami nagyon jól bevált, és a szülőknek is sokkal jobban tetszik itt az intézményünkben. Aztán ugye készülnek utána a ballagásokra még az óvodák, és utána lezárul az évünk. Egyébként mindegyik óvodának más-más arculata van. A Pittypang óvoda és az Apraja falva óvodában ott a környezettudatosság, a környezete szeretete, a környezetre nevelés, fenntarthatóságra nevelés a fő szempont. Tegnap volt itt egy program, a Pécsi Zöldháló Alapítvány által egy ingyenes program a gyerekeknek a Föld napja alkalmából. Nagyon sok pályázatot írnak, illetve minden lehetőséget felkutatnak, amellyel még mélyebbre tudnak ezen a területen ásni ezek az óvodák. Másik óvodában az egészséges életmódra fókuszálnak, a Gesztenyi és Kert óvodában. Ott például van még egy szülős program, ami egy nagyon-nagyon jó szervezése az óvodának. Ez idén június 3-án szombaton lesz. Tolnán közösen a szülőkkel a gyerekek egy biciklitúrán vesznek részt, Tolna területén. Polgárőrök kísérnek, ez egy nagyon nagy program, valamikor ilyen több mint 100 szülőgyermek megy együtt biciklizni itt a városban. A Selyem óvodában a hagyományápolás, tehát ők a magyar hagyományokat ápolják, és minden egyes programuk e köré összpontosul, és ugye kint a Zöldkert óvoda pedig a német hagyományápolás, mert az a nemzetiségi óvodánk, és ők pedig arra fókuszálnak. Emellett a beiratkozás is rohamosan közeledik. A 3 éves gyerekek szülei tudják, hamarosan itt az óvoda választás ideje. Ez talán az első olyan elhatározás, amivel évekre meghatározzuk gyermekünk minden nap. Hiszen ettől a döntéstől függ, milyen közösségbe kerül, milyenek azok a felnőttek, akikre rábízzuk, illetve milyen szellemiségben foglalkoznak majd vele nap mint nap. Jövő héten lesz a beiratkozásunk még, ahol várjuk a 2020. januárjától augusztus 31-ig, akik betöltötték a 3. életévüket, ugye azoknak a gyerekeknek kötelező szeptembertől megkezdeni az óvodát. Azokat a gyermekeket mindenképpen be kell iratni intézményünkbe, és akik pedig utána töltik, őket elő lehet jegyezni, de őket is szeretettel várjuk. Ugye 2,5 éves kor előtt nem vehetünk föl gyermeket, de ha a szobatiszta is a 2,5 évet betöltötte, akkor mindenképpen megkezdeni
kezdhető is az óvodát. Már évek óta kevesebb a gyermek sajnos Tolnán is, ezért várhatóan egy csoport bezárásra kerül, és az intézményünk szeptembertől 16 csoporttal fog majd működni, mert az előzetes adatok alapján azt látom, hogy az idén is körülbelül ugyanannyi, vagy még egy picivel kevesebb gyermek lesz, mint az előző években.